szép magyar települések, érdekes események. Önök bízhatnak bennünk, mi mindig találunk valami különlegeset, hát most elnéztünk Ceglédre, s mit találtunk? Gerjementi vadásznapok lesznek Cegléden, ami rendkívül érdekes, hát ki tudja, hogy mi is történik egy vadásznapon. Ezen is segítünk, vendéget hívtunk ide a stúdióba, és nagy szeretettel köszöntöm Mihály Jánost, aki a Gerjementi Vadásztársaságok és Vadászok Szövetségének alelnöke, kommunikációért felelős tagja, úgyhogy szeretettel üdvözlöm. Jó estét kívánok, és üdvözlöm a nézőket. Mivel? Ön a felelős a kommunikációért, most aztán öntől várunk minden hasznos információt, hogy mi is az a vadásznap a Gerjementi Vadásznap az a Gerjementi Vadásztások Szövetségének a rendezvénye. már tizedik alkalommal rendezzük meg. Ez egy bejegyzett civil szervezet, hat vadásztársaság, egy állami erdészet és egy vadászkürt együttes alkotja ezt a kis közösséget. Minden évben megrendezzük a vadásznapokat, ez kettő napos rendezvény szokott lenni. Pénteken délelőtt gyermekvadásznapot rendezünk Ebből az aktuális a házigazda vadászházánál. Csinálunk a gyermekeknek vadászöstvényt, a a vadon élő állatok képeivel meg kell találniuk, fel kell ismerniük időre természetesen. Egyikében íjas lövészetet szoktunk nekik rendezni, másikében légpuskával lőhetnek a gyerekek célba, van vadásztotó, van egy pázlom, amit ki kell rakniuk, természetesen ezt is időre. És akkor csapatokban indulnak, és az a csapat, amelyik az első három helyzet, az mindegyik kap egy-egy tortát, egy nagyot, egy kisebbet és egy legkisebbet, illetve emléklapot. Ez az első napi rendezvény délelőtti része, délután általában valamiféle művészeti megnyitó van, mert nálunk minden vadásznap tematikus, felfűzzük a, a vadászat természet kapcsolatát általában valamelyik művészeti ághoz szoktuk fűzni, hol a zenéhez, hiszen van egy vadászkört együttesünk, hol a fotokiállításhoz akkor rendeztünk gyermekeknek egy fotópályázatot abban az évben, hol pedig irodalmi műveket mutatunk be, vadászkönyveket, bemutatunk érdekes embereket, környéken ülő vadászfestőket. Ilyenekről szól az első napunk és ugye a második nap a nagy rendezvény, amikor ugye ünnepélyes külsőségek között vadásznap van, megjelennek a vendégeink általában, vadász, a civil vadászati szervezetek vezetői szokták megtisztelni a rendezvényünket, az egész éves munka jutalmaképpen azokat a vadásztársainkat ki szokták általában tüntetni, akik jól dolgoztak, kétféle kitüntetés van, a, a kamara Nimrodérmét szoktuk adni, azt egy ember kapja általában egy megyébe. Egy évben. Tegnap természetesen azért a tevékenységre, amit a vadásztársaságban nyújt éveken keresztül, az etikus vadászat elősegítése, a társadalmi munkában való részvétel részvétel a szövetség életében, a vadgazdálkodás elősegítésében uh -huh. végzett tevékenységéért, illetve van a Vadászati kultúrás Egyesület által alapított Hubertus kereszt, aminek van négy fokozata, bronz, ezüst, arany és gyémánt fokozata, Ez pedig a vadászati kultúra terjesztésére és ápolásáért szokták általában kapni, tehát ebből több szokott előfordulni egy ilyen rendezvényen. De már volt olyan rendezvényünk is, ahol a vadászati, közé, a vadászati vezető, aki... Közéletben dolgozik, ott kapta meg a Magyar Vadászatért érdemrendet, ami szerintem nagy kitüntetés és nagy elismerés ennek a rendezvénynek. Hát először is akkor gratulálunk a tíz éves évfordulóhoz, szépen. és természetesen még tovább beszélgetünk majd erről a napról, hiszen itt az ügyességtől a vidámságig és a meghitt pillanatokig ezek szerint minden megtalálható. Abszolút. De egy picit magáról, a szövetségről, hiszen gondolom, hogy jelentős munkát végeznek. A szövetség elnöke Fehér Sándor, aki biztos kézzel fogja össze ennek a szövetségnek a tevékenységét. Hát én azt gondolom, hogy komoly munkát végez a szövetség. Tíz esztendővel ezelőtt a kürtegylet vezetője Csontos Csaba gondolta azt, hogy megszervez egy olyan napot, amikor minden vadásztásság a saját területén vadászik, majd este egy közös terítéket raktunk Albert és a főterén. Ott volt egy kis ünnepség, a, meghívtuk a települések vezetőit, jegyzőit, a tisztelendő urat, a evangélikus papot, református papot, minden településről. Őket tisztetbeli vadásszal avattuk úgy, hogy kaptak egy kompetenciát, majd az egész társaság bevonult az írsai katolikus templomba, és egy Hubertus misén vett részt, aztán hazaballaktunk. És akkor ez fejlődött az évek során egyre inkább. Nagyon sok szakmai rendezvényt is igyekszünk tartani, tartottunk csapda konferenciát, tartottunk aranysakáról konferenciát, a vadász, a vadászati törvény ugye nemrég változott, annak a változása kapcsán tartottunk előadásokat, vitatesteket szerveztünk, tartottunk íróolvasó találkozót a tavaly évben, két olyan kortás, híres magyar vadásznak megjelent egy-egy könyve, amiről úgy gondoltuk, hogy meghívjuk őket, és akkor ott fognak velünk beszélgetni erről a könyvről, hogy mi mit olvastunk ki belőle, és bennük milyen érzések támadtak, amikor megírták, mire gondoltak vissza, hogy emlékeztek vissza ezekre a dolgokra, amiket leírtak. Ugye az egyik az Zilai János könyve, az én gemencemű egy nagyon öreg, és hát nagyon öreg annyira nem, de egy híres vadász, ő már nyugdíjas. A másik pedig Jungenőnek a Nagybikák sején című könyv, ami szintén egy, egy nagyon érdekes dolog. Most nem tudom pontosan, a 32 bikának a történetét írja le. Egy olyan ember szemszögéből, aki az életét a, a gimbikák és a gimszarosok tenyésztésével és vadásztatásával, illetve megfigyelésével töltötte. Úgyhogy nagyon tanulságos kis beszélgetés volt. Ez valóban sok program, ha magát az elnökséget egy picit bemutatná. Az elnökünk ő a Nefag vezérigazgató helyettese egyben, a, én vagyok a kommunikáció felelős elnök, én teljesen civil szakmát űzök, csak a vadászatba születtem bele, úgyhogy innentől kezdve meg volt pecsételve a sorsom. Van a szervezésért felelős elnökünk, Csontos Csaba, ő a Kürt együtt, Egyletnek egyben a vezető és az összes ilyen rendezvénynek a, az összefogója és a szervezési kérdésekért ő a felelős velem együtt. Aztán van uh, Rubik Károly úr, ő pedig a gazdasági alelnök, hát az ő titulusa azt gondolom a saját nevérbeszélés van, a dr. Ica Ferenc úr, ő pedig a, a, szövetségnek a titkára, ővi az összes olyan jogi procedúra, ami egy civil szervezetnek az életével együtt jár. Ez már egy komoly felépített szervezet. Hát akkor most először is mikor lesz a mostani? A mostani vadásznap egy picit eltér a többitől, mert Cegléd városában tartjuk, és a Ceglédi Kossuth Napok rendezvény illesztette be a város. Nagyon kedvesen és segítőkészen nekünk ezt a rendezvényt. Úgyhogy a gyermek az szokás szerint péntek délelőtt lesz a Széchenyi Vadásztárság vadászházánál, Cegléd határában. Utána szombat délután lesz most a kulturális esemény megnyitója, Kovrik Miklós Ceglédi vadászfestő képeiből nyílik egy kiállítás, illetve délelőtt gyermekfoglalkoztató lesz a Kossuth napok keretén, ilyen vadász témájú gyermekfoglalkoztató lesz, vadásztotó, képek összerakása, apró ügyességi versenyek, és ezért lehet vadász nyerni természetesen, és részszerűen és hát vasárnap lesz maga vadásznap, 10.30-tól kezdődik. Most már látom, hogy rengeteg esemény van, de egy vadásznapon azért gondolom, hogy a gasztronómia is fontos, hogy lesznek-e vadételek? Abszolút lesznek vadételek, hiszen a szövetség tagjai bulvárbuválódik csapat, külön csapat, 6-8 csapat főz minden évben, illetve vannak olyan vadásztársaságok, akik úgy kacsingatnak, hogy belépnének ebbe a szervezetbe, ők szintén eljönnek egy-egy főzőcsapattal, akkor az éppen fogadó város, vagy házigazda várost is meg szoktuk szólítani, hogy ha valami olyan nagyon klassz népi étel van, egy szlovák, egy sváb, vagy valami, akkor ők is jöjjenek el ezzel az étellel, például a Ceglét polgármester rendszeresen készít Millik ez egy sváb étel, egy ilyen teljes szószos, húsos nagyon finom valami. Tehát ilyen gasztronómiánk azért van, illetve az idén Vári Dávid, aki a vadászlapnak a kreatív séfje, ő fog egy olyan bemutatót tartani, hogy mit lehet még csinálni a vadhúsból pörköltön kívül. Hát azt hiszem, hogy akkor ez megint egy olyan esemény, amire az ember vágyik ott lenni, mert olyan jó kikapcsolódni és jókat enni, inni. Na most, a mi kis terüly-terüly asztalkánkon három rekvizit is van. Mi? Micsoda? Hát kezdem az első, ami szívemnek kedves, bár megszólaltatni nem tudom, ez egy vadászkürt. Ugye a vadászkürt az egyik legősibb jelzőeszköz a vadászatokon, illetve a, a csatákból, a háborúból származik hozzánk. Ezzel lehet jelezni a vadászat kezdetét, vadászat szünetét, a vadászat végét. Gyakorlatilag minden olyan esemény, ami egy vadászaton történik, az ébresztőtől a búcsúig, mindenre van egy kürcignál, illetve az összes vadfaj, létező magyarországi vadfaj búcsúztatására is van egy-egy szignál, amit elfújnak a vadászok a teríték mellett. De akkor ez nem is egyszerű, egy vadásznak meg kell tanulni egy egész kottasort. Nem egy egész kottasort, nagyon-nagyon sok kottasort meg kell tanulni egy vadásznak, de ezért ezek a szignálok nem hosszúak, tehát ezek ilyen 30 másodperctől másfél percig tartanak. De. Itt még kürt versenyeket is rendeznek, tehát nemzetközi versenyeken is lehet indulni. ott. S az mi... önök csapata? Igen, négy olyan, kür, négy olyan kürt együttes van Magyarországon, akinek nemzetközi minősítése van, ebből az egyik a Bocs Kürt Együttes. Hát gratulálunk, egyszer majd szeretnénk hallani az együttes, mert ön most ugye nem akarja nem. megfújni. Rendben van. De ha eljönnek, akkor fogják hallani. Úgy, hogy... Így van, ezért is el kell menni, hogy egy igazi kürt szót hallhassunk. Aztán van még itt egy gyönyörű kalap. Hát ez az én ünneplő kalapom, mindenféle jelvényel fel van vértezve, de hát ugye a vadász kalap nélkül fél ember, mert egyrészt megvédi az időjárás viszontagságaitól, másrészt a terítékre hozott vadelőtt tud vele tisztelegni, illetve van egy nagyon fontos dolog, hogy a kísérő vadász, ha nem egyedül vadászunk, akkor a kalapra téve adja át a töretet az elejtőnek. Mi az a töret? A töret az az, amivel letakarjuk... akarjuk. Am a vad kap egy utolsó falatot a szájába, amikor terítékre kerül, illetve a sebét letakarjuk neki egy lombos ággal, és ebben a sebben megszoktak egy picit vérezni ezt a lombos ágot, és ezt adjuk át. Ez a töret, ez gyakorlatilag egy olyan jelkép, ami a kalap mellé tűzve azt hirdeti, hogy az elejtő, illetve az illető sikerrel vadászott azon a napon. És ezt egyben la... úgy érzem, hogy ez egy tiszteletadás is az elhúnyt állatnak. Abszolút. Én azt gondolom, hogy mivel minden vadásznapon van nálunk Isten tiszteletnek valamilyen formája ott minden tisztendő úr elmondja azt, hogy a vadászat az egy szakrális tevékenység. A szakrális tevékenység pedig tiszteletet kell, hogy parancsoljon, tiszteletet kell, hogy ébreszten. és mi ezeket a vadakat, amikor terítékre hozzuk, egy picit sajnáljuk is. És azt gondolom, hogy mivel ő az életét adta azért, hogy mi jól érezzük magunkat, ezért megérdemli a tiszteletet. Mindenképpen megérdemli az utolsó falatot, ami elkísérült a, a égi mezőkre, illetve megérdemli azt a terítéket és azt a kürcót, ami elhangzik az ő teteme fölött. Jó, és akkor van még egy félelmetes eszközünk is. Hát ez annyira nem félelmetes értő ember kezébe, ez egy vadásztör. Hát ugye a kés az egy olyan eszköz, amiben mindenkinek rendelkezni kell, a konyhában önnek is van kése, nekünk a mezőn is szükségünk van egy jó, erős és éles késre, hiszen a terítékre hozott vadat azt rendbe kell tenni, ki kell zsigerelni, hogy nem menjen tönkre a hús, meg kell nyúzni, hogy meg lehessen enni. Tehát nagyon sokféle Megmutatna eszköz. Nem hogy? Hát nagyon szívesen nagyon megmutatom. Nagyon szép. Ez egy nagyon szép vadásztőr, ez egy emlék. Ez jellemző minden vadászra, hogy neki milyenje van? Nem feltétlenül. Nem feltétlenül, ez csak egy ilyen dísz, igazából egy csodaszarvos van gravírozva a nyelében. Ön, mint vadász, ez mondhatjuk azt, hogy ez egy több, mint egy hobbi? mert gondolom, hogy nem ez a fő foglalkozása. Sajnos nem. De, de mit jelent az ön számára? Az én számomra a vadászat mindent jelent. Egyszer megkérdezték tőle, hogy miért vadászok, milyen dolog az állatokat legyilkolni. Mi nem gyilkoljuk le az állatokat, hanem én azt gondolom, hogy az állatokat kivesszük abból a körforgásból, amiben benne van, és én mindig azt szoktam mondani, hogy nem szoktam senkit meggyőzni, hogy most akkor állományszabályzás, meg vadgazdálkodás, ezeket a hamukákat mindenki unja. Mindig azt szoktam, én azért vadászom, azért a 6816 nap felkeltéért, meg azért a 17327 nap lementér, amit a sose fogsz látni. Uh -huh. És ezzel nagyon nem lehet vitatkozni. De emellett természetesen azért egy jó társaságban, jó hangulatban, beszélgetve, egymást kicsit cukkolva, ugratva, egy-egy szép lövéshez a vadásztásnak gratulálva, én azt gondolom, kinn levegőn, egy apró vad vadászaton, több kilométer gyalogolva azt gondolom, hogy ez egy nem egy rossz Annyi maradt hátra, hogy hívja meg nézőinket. Miért is érdemes elmenni? Kedves nézőink, szeretettel meghívok mindenkit a 10. Gerjementi Vadásznapra Ceglédre, amiért érdemes eljönni az a Pipacskürt Együttes zenei műsora, amiért érdemes eljönni az Vári Dávid vadgasztronomiai vad bemutatója, amiért érdemes eljönni az a délutáni műsorhalom, amiben részt lehet venni, illetve az a tombola sorsás, ami be fogja zárni ennek a rendezvénynek a napját.